Idén 25 éves a TASZ. 1994-ben alapították, abban az évben, amikor én is születtem. A TASZ, vagyis a Társaság a Szabadság Jogokért a 25 év alatt elérte, hogy a betegek jogait törvény biztosítsa, hogy következmények nélkül ne masírozhassanak szélsőséges csoportok róma emberek lakta telepeken, hogy egyedülálló nők is vállalhassanak gyereket mesterséges megtermékenyítéssel, és a TASZ elérte azt is, hogy kordon nélkül ünnepelhessünk a Pride-on. A TASZ azon dolgozik, hogy átláthatóbb és biztonságosabb legyen az egészségügy, hogy visszaszoruljanak a kórházi fertőzések, hogy ne rombolhassák tovább az oktatást, hogy a szülőktől ne vegyék el a nevelés szabadságát, hogy legyen megfelelő ellátása a fogyatékossággal élőknek, hogy megszűnjenek a gyűlölet bűncselekmények, hogy az állam senkit se hagyjon magára, akkor se, ha beteg, akkor se, ha idős. Hogy legyen végre Magyarországon racionális és igazságos drogpolitika, és hogy a propaganda hazugságai ne maradjanak büntetlenül. Ez pedig itt a 25 éves TASZ kampánya, amiben a TASZ támogatást kér, illetve mi kérünk a TASZ-nak, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni egy szabadabb, igazságosabb, egyenlőbb Magyarországért.